Sziasztok, sziasztok, drága nézőközönség! Hogyha emlékeztek... Sziasztok, ha emlékeztek, az elmúlt rész alatt rengeteg minden történt, az alatt a közel 3 óra alatt. Például okáért megvédtük Erdélyt, ettől a mocskos disznótól, aki a börtönünkben senyved most. Aztán megszereztük a magyar koronát, aztán leszámoltunk az ellenzékkel, és többnyire meg is fosztottuk őket a birtokaiktól, kivéve például ezt a szerencsétlent. Na most megpróbálunk rendet tenni ezzel kicsikét megoldva a helyzetünket, mert jelenleg ugye az a szituáció, hogy van 14 titulusunk, ami hát jó sok, hercegségből is túl sokat tartunk, meg grófságból is többet tartunk, mint amennyit lehetne. Nos, lépésről lépésre fogunk haladni. Az elmúlt részt illetően az lehet, hogy 3 rész lesz amúgy, mert azért hosszú lenne egy akkora videót, szóval egy akkora videót egyben nem lenne jó feltölteni. Ja igen, és még fehért akartam megszerezni mindenképpen, arról most se akarok lemondani továbbra se. Szóval ettől a nő szemétől el fogjuk követelni ezt a kis birtokot. Tegyük is meg. Követeljük el. Ugye van rá érvényes klémünk, úgyhogy el tudjuk követelni. Csak előbb emeljük fel a hadseregünket a birtokán, hogy némi nyomatékot adjunk a szavunknak. Most, hogy 3000 katona rajtsicsol a nyakán, kíváncsi vagyok, elfogadja. Na nézzük. Igen, elveszem tőled ezt, és nem fogod elfogadni, és fel fogsz kelni. Se baj. Just do it. Lehet, egy birtokkal odébb kell vándorolnod. Mert nem egészen ülsz a nyakán, hanem csak így a nyaka mellett, a jobb vállán ülsz, ami nem elég jó. Nos, következő dolog, amit tenni akartunk, az, hogy Visegrádot tesszük meg fővárosunknak, mert ugye ez a Magyar Királyság történelmi fővárosa, ami jelent nekünk egy lehetőséget arra, hogy egy speciális épületet húzzunk fel itt. Oké. Meg is tesszük. És taram, Visegrád lett az új fővárosunk. Nagyszerű. Visegrádi hercegséghez tartozik amúgy a hevesi grófság is, az is a miénk. Valamint hát ugye tartozik még hozzá néhány másik grófság is, mint azt láthatjátok, de az, hogy két grófságot birtoklunk a hercegségből, az egész jó. Ami viszont nem jó, az, hogy ez a hercegség még nem létezik, így most létrehozzuk. Taram! És rögtön mi vagyunk a visegrádi hercegek, és nagyon sátáni összeg van a kezünkben. Na jó, mindegy. Most, hogy ezt megvalósítottuk, ugye hát még több titulusunk van, ami hát nem jó. De fogunk tenni ellene. Csak előbb rendezzük el ezt a kis háborúcskát, aztán majd megtesszük a lépéseket. Nem álljunk neki birtokrendezésnek, mert soha nem lesz vége. Na szóval, Itemér fiam. Te megkapod a... Megkapod... Beregszászt. Beregi grófságot. Na, mondom ezt. Aztán megkapod az egész ottani hercegséget, továbbá megkapod a az ungvári grófságot, a borsodi grófságot, valamint az ungvári hercegséget is. Igen, két hercegsége lesz, és 4 birtoka ennek köszönhetően, azaz ő lesz a legerősebb hűbéresem. Na mennyire szeret most arc nélküli fiam? Hát azt hiszem eléggé szeret.
És jó sok katonája is lesz, ami jó dolog. Elértük a birtoklimitet, ami nagyon jó, de ezen még azért fogunk rontani egy picit úgy is, mert még akarok tenni egy-két lépést, ami ront a dolgon. Nos, aztán, amit még így kezelni akarok, hogy van néhány bebörtönözhető foglyunk. Itt van például Berta, aki parázna, házasságtörő, nyilván nem ő házas, szóval egy házas férfival feküdt le magyarul. Ő minket nem érdekel. Bertát nem mutas többet. Aztán ott itt van Blohimira, aki ugyanabban a helyzetben van, szóval ő sem érdekel minket. Valamint itt van Ibolya, megsugom, vele is ugyanez a helyzet, és ő sem érdekel minket. Nem fűződik hozzá érdekünk. Ellenben itt van Thomas, aki nem gőzmozdony, hanem... Na jó, ez tőlem is rossz volt. Hanem egy... család nélküli, szóval egy... pori származású fatty, és még abban is fattyú. Szóval nagyon profin csinálja, és amit elkövetett, az pedig... Őszintén szóval nem is tudom mi, de valamilyen kiközösítette az egyház, és ezért tudom letartóztatni. Ami viszont számomra érdekes, hogy van 121 aranya. Ami hát azt jelenti, hogy... Jaj, ezért nem tudom letartóztatni. Na mindegy, majd le fogom tartóztatni, mert az ő 121 aranya kell nekünk. Aztán ugye... van egy kis üresedésünk, hogy nincs kancellárunk, és hát ugye, mind ahogy az lenni szokott, úgy érdemi embert nem is találunk a pozícióra. Aztán, amit még módosítani akarunk, az, hogy a drága Manendo inkább így az általánosságával foglalkozzon az ügyeinkkel, semmint, hogy a birtokot menedzselje, mert nem baj, hogyha 6-ra leesik a domain limitünk. Túléljük még, de lehet, nem is fog leesni. Aztán, amivel még kezelnünk kell, az, hogy az érsekünk szeressen minket, mert az, hogy nem szeret, az nem jó. De amit ennél egyelőre fontosabbnak tartok, az az, hogy a temesi nőszemély, ő, Gertrude, ő szeressen minket. Igen, mert ha elérjük, hogy ő szeressen minket, akkor utána kioszthatjuk neki a temesi hercegséget, ami után nagyon hálás lesz, és hogy nagyjából ezeket a déli részeket kézben fogjuk tudni tartani. Ugyanez amúgy a tervünk később Biharban is valakivel. Látok is egy jelöltet, aki mondjuk császárházra tartozik. De jó ég. Hát mégsem ő a jó jelölt. Csak ugye ez így nem jó dolog. Nem jó dolog, hogy nem a de jure központokat eleve is birtoklóknak kiosztani a hercegséget. Mert nem jó. Vagy ki a legnagyobb birtokosa ennek a hercegségnek? Mert ugye az erősebb, mert ugye hogyha más a hercegség legnagyobb hűbérura, Bihar a miénk. A Bihar a miénk. Ez esetben azt hiszem, hogy ezt a békési ürgét... Te vagy a békési ürge? Na, mondom ezt a bihari ürgét... De hogy lenne a miénk? Nem miénk Bihar, valamit szerintem elnéztem, mert ezért a csábolyé Bihar. Vagy a grófság a miénk? Csak ez csak egy báróság? Nem akarok belebanyarodni.
Na mindegy, szóval nem akarok belebanyarodni, de szerintem a császárokat tesszük meg itt a góréknak, akármilyen hülye nevük is van. Szóval hamarosan meg is kapni is fog egy bihari hercegi címet hamarosan. Meg is tudjuk szerintem. Létre is tudjuk hozni, létre is hozzuk. Oké. És ugye itt van ez a ürge. És ha bár jobban utálsz, mint eddig utáltál, de láss csodát, te leszel a bihari herceg. És már is imádsz, hogy mik vannak, ugye, hogy mik vannak. Nos. Közben aztán nem csak izelegni akarunk, hanem vannak olyan bazalusaink, nem is kevesen, akik utálnak minket. Például itt van Kanon, vagy Conan, igen, aki nem annyira barbár, ha bár van vele gond rendesen, őt elküldjük a börtönbe. Börtönbe gyorsabban meg fog halni, mint ha házi őrizetben tartanánk. És akkor remélhetőleg a fia örökli a trónt. Aki nem utál annyira, mint ő. Ami egy jó dolog. Aztán, aki még így a hübéreseink közül nagyon utál, és hát ugye nem jó nekünk, hogy él, az... Nem is tudom. Ki az, aki... Kit tegyünk el lábbalon? Ugye ez itt a nagy kérdés. Polgármestereket nem, azokkal már nem bacakulunk. Többnyire annyira nem is neheztelnek ránk. Szia-szia! Na jól van. Hol is tartottam, mielőtt még megzavartak galád módon? Ja, úgyhogy valakit el kéne tennünk láb alól. Az pedig... Ez a herceg lesz, lévén, hogy ő herceg. Ki fogja tőle? Jaj, nem. Dehogy Istenem, fogsz örökölni semmit. 26 éves, még csak így a Morton ábrázat ellen, szóval még lehet gyereke, simán. Simán lehet. Bízzunk benne, hogy lesz is, mert ide valami rendes örökös kéne. Nos, akkor nézzük, hogy ki az, aki rászolgál a halálra. És aki persze a hűbérünkben is marad, olyanra gondolnék. Nézzük, melyik megyék maradnak a hűbérünkben. Alapvetően Erdély marad a hűbérünkben, szóval azok a megyék jelentősek számunkra. Itt az unokahúgunk annyira nem szeret minket, de nem az unokahúgunkkal kezdjük a leszámolást, hanem kivel kezdjük. Peszterce a miénk, Torda a miénk, Fehér a miénk, lesz, az még csak lesz. Igen, és Zarán már ugye nem a miénk. Oké. Akkor nézzük, a visegrádi hercegségnél milyen hűbéreseink maradnak. Nos. Nézzük. Esztergom. Az esztergomi grófságban nagyon nem szeret minket ez a kölök, nem tudom, hogy miért. Szerintem a székesfehérvári alak se szeret minket.
Igen, ez a székesfehérvári alak, ez egy szörnyű valaki. De jó ég. Csábító. Így néz ki egy csábító? Nem akarom megtudni. 24. Mi olyan kicsi esélyünk megölni? Hát nincs nagy jelentősége, akkor... Visegrád heves a miénk. Hercegség. Nem szeretem én ezt a terrain map módot. Úgy is mondhatnám, hogy utálom. Övé viszont Komárom is, meg Székesfehér. Szóval duplán a hűbéresünk. Duplán. Kérek el utána. Hát valaki, aki szeret. Kockáztassuk meg, mert na. Nagyszerű. Akkor... Azt hiszem minden előkészületet meg... Nem tettünk meg minden előkészületet, mert még mindig nincs kancellárunk. És még... Na, az udvart inkább itt nézem, mert itt látványosabb rájöttem. És... Ők mind vendégek csak. Vendég, 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 vendég. Tele vagyok vendéggel. Na, és most nézegessük a nőket, akikkel tudnánk behozni érdemes karaktereket. Mónika, tudsz nekem behozni egy kancellárt? Jó. Oké, betöltődött. Tehát egy jó kancellár kell nekem. Nem lenne baj, ha nem volna 100 éves. Na mindegy. Akkor már inkább ez a... Nem, legyen ez a Dietrich. Mert annyira minket nem hat meg, hogy pupas. Ez a Mónika úgyse szült egy nőt se, pedig... Nőt se, egy gyereket se, pedig már... Ja, persze, nőágú házasságot kell mondom. Pedig már nem is tudom mióta itt él nálam. Ez hányadik férje is lesz? Hát második. Az első neki volt Tádor. Hát jól van. Aztán nézzük, ki van még az udvarunkban. Itt van Faldida. Elég sok nemzetiséget importálunk, szó se róla. Ez végül is nem egy tragédia. Neked egy mindenben éleskedő férjet lövünk. Van Teoderik, neki jó a genetikai trétjei, csak öreg, mint az országút. Thorfinn még öregebb. Itt van Bogut. Boszniai és szép. Hát jó van játék, ha te mondod. Ja, menjünk bele. Mabila. Hát jól van, neked is nézünk akkor egyet. Nőágú. És hozzunk be mondjuk egy jó hadvezért, mert azok úgy vesztem észre, hogy elég hamar elhullnak. 15 éves vagy. Ó. Akkor neked mégse a legöregebbet kellene megtalálnunk. Ezt mit tud ez a tulajdonság? Ja, megszállott? Nem, megszállottat nem hozunk. Már kezdünk azért eléggé lemenni itt a
a gyengébb marshal képességek felé. Na nézzük, hogy van-e neked valaki, aki így a... az összes skill-ek alapján nagyon nagy meccs. Na. Theoderic. Max 20 évvel legyél idősebb. Olyan nincs, akkor max 15-tel. Oké. Okay. Jó, valami kellően életerős fickót nézünk neked. Itt van Boris, meg Péter, aki albinó és magyar. Egy magyar ember az udvarban. A szenvedélyes lennének gyerekeitek, sok-sok kis albinó. Annak mik a hatásai, egy albinó valaki? Rettegettebb. Jobb véleménnyel van a többi albinó karakterről, és hát a többség viszont nem szereti annyira. Akkor annyira nem jó tulajdonság albinónak lenni. Hát próbálok pedig én valami talpra esett fickót nézni neked, de... Na nem baj, legyenek albinóink. Oké, ez jó lesz. Szerintem kétségkívül egy érdekes döntés. És itt van persze a püspökünk, akinek hát nem találhatunk felséget. Hat titulusa van. Hat püspökséget tartja, jól van. Illetve hát gondolom az érsekséget is tartja. Ezt nézzük meg. Ja, az erdélyi érsekünket örököltük meg alapvetően. Független attól, hogy máshol is vannak birtokai. Na jól van. Oké, azt hiszem megtettük a szükséges lépéseket. Persze ezután Vlach és besenyőpofozás következik ezerrel. Na mindegy, és tegyük meg a katonai lépéseket. Ja, nézzünk körül azért országban, fellázadtak itt még Krassóban. Más nem lázadt fel, nem tudom, hogy Krassóban miért lázadtak fel. Annyira mindenestre is érdekel. Ezt a sereget elosztjuk ketté. Igen, az egyik 2500 fős seregtest vonuljon le Krassóba. Hol a címer? Itt a címer, hol a címer? Ide vonulunk. Másik seregtest kiostromolja fehéret. Kb. Ennyi. Jaj, most látom csak, hogy már megint egy bemozognak a seregtesteim. Pedig külön adtam parancsot az egyiknek. Na jó, akkor az egyik. Mondom, az egyik sereg. Ki tudom jelöl... Sikerülni fog, ugye? Ugye játék? Most csak ezt az egyet jelöltem ki, ugye? Nos, akkor menjünk ide és számoljunk le velük.
aztán utána kiostromoljuk ezt a valamit. És tekintve, hogy erre az érdektelen fegyveres konfliktusra, hogy elég nagy ívben teszünk, azt meg még kivárjuk, hogy a birtoklimitünk hogy alakul a későbbiekben. Éppen ezért elmegyünk zarándokolni, amint nem leszünk háborúban. Na, azt jól megmondtam. Na jó. Gyerünk. Just do it. Okay, két helyen is megütközünk velük a... Oké. Tudok celibátusba vonulni, nem akarok mostanság, de ez a gondtalanság, ez jól hangzik. Jó, ennek örülünk, hogy azért haladunk ezzel is. Úgyhogy közben vanulja fogjunk. Na nézzük csak. Ipoly honti pázmány. Na, végre valamhára kérhetünk egy kis pénzt. Jó, álmos borsa. Várunk kicsit. Kérünk még egy kis pénzt. És ez a Valen. Jó, egy szívességért cserébe elengedlek, hát ha még hasznos leszel. Kölyköt meg. Mondom a... Kölyköt meg. Nem tudom, mit csinálják veled. Na mindegy, menjél, mert csak itt foglalod a helyet a börtönben, elesed a kaját a többira belől. Szabagép. Oké, és a két hadseregem továbbra sem tud külön mozogni. Egyik hadsereg megy Krassóba. Oké, értve vagyok? Másik megy Fehérbe. Na nézzük, kik vannak még a börtönemben. Ketten maradtak. Igen, Kanan, aki ott fog megrohadni. Sprisznek. Oké, milyen trétjeid vannak? Szerencsétlen. Hát elég szerencsétlen vagy, úgyhogy... Családod nincs. Menjél a drága úrod mellé. Börtön mélyére, nem foglak elengedni. Nagyszerű. Oké, folytatódhat ez a kis újabb leszámolás. Jó. Oké, történt valami Csillával. Lányunkkal. Az, hogy türelmes legyen, vagy pedig szorgalmas. Szorgalmaság nagyon jó trade, de Csilla semmit nem fog szörökölni, úgyhogy
fölösleges neked. Közben ez az öt lovag meg itt mellettünk vakarja a seggét. Na jó, jól van, jól van. Igazán nagyszerű. Ilyen rosszak a börtön körülmények, hogy ez a Priscus már meg is halt. Nagyszerű. Bácsot ostrom alá vették. Nem baj, majd leszámolunk velük. Jó, közben, ha már hadseregnél tartunk, egy apró fejlesztést azért akartam már eszközölni egy jó ideje. Igen. Vagy mi micsoda? Vannak ilyen mindenféle menetharmszaim? 200 könnyű gyalogos megvan. Van könnyű lovasom is. 100. Nem tudom minek. Na mindegy. Állítsunk fel egy ostrom tüzérséget. Oké. És ezt szerintem így létszámban is fejlesztük. Oké. Csak hogy nem nyúljanak el a végtelenségig a kis háborúink. Mindjárt bevesszük fehéret. Oké, és közben tudományosan újból léptünk valamit előre. Egyre tudatosabb lett a brain-muscle connection-je alakul. Na jó, a mind és body connection-je. Na mindegy, rájöttünk arra, hogy a túl sok aggódástól betegek lehetünk, és a igen. És hogy a tudat nem erősebb, mint a test lényegében. És hogy hát, hogy egészségesen kell magunkat tartani. És akkor csináljunk valamit, amit egészségesek leszünk. Menjünk el futni. Töltsük a délutánt írással, amitől jobb lesz a learningünk, plusz ugye jobban lemegy a stresszünk, vagy pedig kapcsoljunk ki egy egész napra. Atlétikus szeretnék lenni, szerintem. Mindjárt is nézem, hogy az mit jelent. Erősebb a personal combat skill-jünk. Small ad egy kis egészségboostot, ami kétségkívül jó. Jó, szóval menjünk el futni, és bízzunk benne, hogy atlétikusak leszünk. Atlétikusak lettünk? Közben azért nyomozzuk már ki. Hát reméljük, hogy valami történt. Atletikus közben nem lettünk, de valami jó hatása azért volt. Szóval tehát Jolán észrevette egy bűnözőt, akit hát ugye felakasztottunk. Nem, csak láncra vertünk. És akkor, amikor vizért könyörgött a bűnöző, akkor Jolánt felvetett az állát, és nem csinált semmit. És akkor, hát ne szóljunk rá, és legyen arrogáns. Mitől több preszt is kapunk, a kicsit rosszabb lesz az opinionja többinek. Vagy pedig legyen ilyen szép lélek.
vagy pedig legyen kegyetlen. Legyél arrogáns, nyugodtan lehetsz, nyugodtan. Még a bátyádnak igazán még lehetsz, te az örököse, de se baj. Oké, elkaptuk ezt a szemét. Szerintem megvárjuk a másik ostrom végét, illetve ezt a sereget kiküldjük bácsba, hogy elkergesse ezt a sereget, avagy megütközzön vele. Majd kiderül, melyik jön össze. Elkaptuk... Elkaptuk ezt a nőszemét közben, aki most nagyon-nagyon haragszik ránk. Nézzük, hogy ejtettünk-e valamilyen másmilyen hontipázmányt is fogjul. Itt szabadon engedhetnénk. Elkaptuk a... Sophie Van Loon. Sophie Van Loon. Esetleg... te érted is kapunk 80 pénzt, ez nagyon helyes. És érted is kapunk mindjárt 80-at, kicsit várunk. Hemma honti pázmány. Oké. Ja, nagyon helyes, és a háborút lényegében már megnyertük, de végigcsináljuk az ostromunkat. Mert ebből ugye pénzt szerzünk, masszív tőkét. Masszív tőkét. Ja, és persze itt meg akar lépni előlünk megint, de mi ádázan üldözzük őket tovább. Ugye nincs okunk nem akarni a csatát. Nincs rá okunk. Jó, nézzük, itt ejtettünk-e foglyot, és akkor még egy ostromunk van hátra. Itt nem ejtettünk. Oké, egy ostromunk van hátra, és utána kiderül az igazság. Közben ezt a sereget akár be is szerelhetjük. Azt hogy tudom beszerelni? Ja. Igen. Igen, közben... Cseh király hadat üzent nekünk. Ugye vannak emberei. És hát követeli a pozsonyi grófságot. Ja, remélem ez a bosszantó zene mindjárt elhallgat, mert... Remélem. Oké, én meg még zarándoklatra akartam menni. Esetleg elfoglaltuk végre ezt a üzét. Nos, nézzük. Ó, elkaptuk a fogunkat. Zene, hallgass! Kus legyen zene, kus! Megsüketülök, na azért. Ó, hát drága fogom. Csatlakoznál az udvaromhoz? Vagyis meg akartalak hívni az udvarba, tudod? Tudod, milyen vagyok? Oké, nagyszerű. Ja, persze, közben a háborúnak... Ne menj el az udvaromból. Meg eddig barátok voltunk. Dishenerét. Dinans. Ezeket még nem láttam, ezeket az interakciókat. Ja, nesre az udvarunkban maradt, úgy néz ki. Nagyon jó.
Washingtonnak a háborúnak közben véget. Igen. Igen, nagyszerű. Jó. És közben ennek a nőszemélynek azt hiszem, hogy még a börtönemben maradt. Maradt még grófságod? Két titulusa van, a Krassó és a Keve. Igen, ez a kettő az övé. Oké, persze 85-ért úgy ne engednénk el. Aztán... Hajnalkának ugye egy titulusa maradt meg, fehér. Azért folyt a háború, csak úgy mondanám. Most már elvehetem tőled esetleg? Igen, végre elfogadod valahára, oké. Nagyszerű. Aztán most... Persze nem ingyen. De elmehetsz. Csak az összes pénzedet kérem. És köszönöm szépen. És... hadsereget leszerelem. Igen. Aztán pedig fogjuk a rally pontunkat, vagy a gyülekező pontunkat, vagy mi ez, és áthelyezzük ide Nyitrára mondjuk. Ja. Aztán felemeljük a teljes hadseregünket Nyitrán. Igen. És megindulunk a... Na nézzük, kikkel állunk hadban. Lengyelországgal és talán Bajorországgal is. Igen. Kicsit több katonáik van, mint nekünk. Ez nem a legjobb dolog, de... Mindenestre kezdjük azzal, hogy kiosromoljuk a központjukat. És ezen kívül megerősítjük a hadseregünket, mert nem akarunk veszteni. És ezen kívül talán fiunkat be tudjuk hívni. Törörő. Igen. Thomas-t próbáljuk meg bebörtönözni. Bergfeld, te mit követtél el már megint? Nem szeretnénk téged. Bár van 15 aranyod. Próbáljuk meg, mit csinálhatsz, legfeljebb elszöksz, nem? Nem. Akkor ezt meghagyjuk a jövőnek. Aztán a fiunkat nem tudjuk behívni? Végülis a szövetségesünk, nem? Na. Oké. Szóval... Ja igen, itt van a fiunk. Nem akarjuk elcsábítani a fiunkat. Jól van, akkor nem tudom, mit csinálunk vele. Na mindegy, akkor ennyi katonánk van. Úgy néz ki. Aztán amit még tudunk tenni, hogy ugye kettővel több birtokunk van, mint kéne. És azokat kiosztjuk. Ugye Erdélyben van 6 birtokunk, és összesen lehetne 6. Lényeg, Visegrád és Hevest meg akarom tartani, ezek kettő Erdélyt kell kiosztani. Kiosszuk. Szerintem, na nézzük, melyikek hozzák a legtöbb jövedelmet, és melyikek a legkevesebbet. Pénzügyileg próbáljuk megnézni. Na.
Mit kell csinálni, hogy jövedelmet mutasd? Mit kell csinálni? Nem tudom, mit kell csinálni, hogy jövedelmet mutassa. Most erőt szintet mutatja éppen, na mindegy. Szóval... Brassót és Fogaras lenne célszer, köszönöm, ez a határvidéken van, de az már nem lesz sokáig határvidék. És hát ugye Brassó a mi sasfészkünk, szóval azt kevésbé akarjuk kiosztani, mint mondjuk a többi területet. Nézzük meg, hogy más mennyi pénzt hoz. Egy aranyat hoz, 0,7-et hoz, Székelyudvarhely 0,7-et hoz, Beszterce 0,7-et hoz, Torda 0,74, Fehér 0-át, de hát az ugye központ. Ja, akkor kiosztjuk Besztercét és Brassót alapvetően. Vagy kiosztjuk Fogarast és Brassót. Na nézzük ki a legrátermettebb. Az udvarunkból választunk. Az udvarunkból. Az udvarunkat továbbra se könnyű áttekinteni, de megpróbáljuk. De itt van Mária. És neked van egy férjed, akitől valamikor elvettük a birtokát. Vicces lenne most neki visszaosztani két másikat. De lehet, hogy megtesszük. Férjünknek nem adunk. A lányunk. Neki sajnos nem tudunk adni, lányoknak nem tudunk adni birtokat. És itt van Péter. Aki albinó továbbra is, ugye? Ja. Akkor... Ja, ugye a te férjed, igen. Felida. És te férjeddel mi a helyzet? Hogy szép, de nincs gyereketek. Begút. Meg azért jó lenne valami magyarnak kiosztani, szóval lehet, hogy az albinónak adok birtokat Péternek. Igen, Péter, drága albinó barátom, megkapod, mit kapsz meg? Még mindig bizonytalankodom ám, mert mindegyik birtokom olyan drága nekem. Megkapod Besztercét. Oké. Tiéd Beszterce, örülj. És azért mégiscsak maradjon a családban. Kisfogunknak a férje pedig megkapja Fogarast. Vagy adhatom esetleg a kisfogomnak? Kishugom, 49 éves. Nem adhatom. Nagyszerű. Oké. Okay. Neked meg nem adhatok titulust. Miért nem adhatok? Nem tudom, miért nem adhatok. Mert nem az én udvaromba vagy, mert nem szeretsz. Az az igazság, hogy téged is meg kéne ölni. Hogy őszinte legyek. Tudom, mindenkire ezt mondom, de akkor is. Nézzük, hogyha 56 aranyat neked biztos nem adok. Ja, akkor nézzük, mit tehetünk. Kinek adjuk ezt a birtokot? Fiunknak van egy fia,
De nem, nem felesége. Nem, ne vegyük el. Nem tudok neked adni birtokot. Kinek adjak birtokot? Fehér előző tulajdonosa, mert azért ne legyünk annyira igazságtalanok. Fehér. Te férjed, szóval Brion eléggé szeret minket, de igazából Brion, miért lett a gyereked Norman? Totál hülyeség. Akkor kinek adjunk? Na nézzük, dinasztiáknak nincs senki, akinek adhatnánk. 7 élő tagja van a dinasztiának, és szinte mindenki is Banuslónak hívják az unokánkat, ez borzalmas, borzalmas. Erre tényleg nem tudok mit mondani. Magda, te férjed. Tehát te túl messze éltek ráadásul. Nagyszerű. Franciaországban, ez túl messze van. Lehet túl kicsire állítottam ezeket a határt. Na nézzük meg az udvart, mert kezd bosszantani ez a szerencsétlenkedés. Esetleg mi lenne, ha a püspökünket világi urrá tennénk. De nem tudom. Nem tudom, mert ő püspök. Ez nem tudom, hogy mióta akadály, jelent akadályt. Te mi lenne, hogyha áttérnél a hitünkre? Nem akarsz áttérni a hitünkre. Tényleg a... Nincs egy valamire való ember se az udvarunkba. Egy sem. Mindjárt agyhalált kapok. Vendégek közül esetleg valakit, hogyha felfogadunk, neki oda tudjuk adni? Hát nem tudjuk odaadni. Ja, ezt a Judit hercegnek nem tudjuk megölni, mert akkor kiörökölné ez a cseh izéje a birodalomból az ő izéját, a szóval az ő szeletét. És ez nem jó nekünk. Nem elnézést a szöttyögésért, de ez esetben azt hiszem odadom fogarast is ennek az albinó embernek, mert na. És hát Besterc az övé. Akkor...
Akkor tordát adom oda neki, vagy székrödör helyett. Torda ugye fejlettebb, de azért összefüggő birtokokat kéne adni. Odaadom székrödör helyett ennek az embernek. Csak ötösre szeret, azok után adtam neki egy frankó birtokot. Na van, most már rögtön jobban szeret, nagyszerű. És mi lett a családod neve? Döri. Vagy valami ilyesmi, szerintem egész menő név. Na, közben induljon a nyugati hadjárat. Thomas, nem érdekelsz. Tudom, nem szeretsz, nem baj. Menjél közben, menjetek. És közben, de itt van 6000 emberünk, verjük szét ezt a bajor hadsereget, mert na, ha részenként szétverjük őket, akkor talán nem kell zsoldosokat fel... Mi történt? Miért csak ekkor ennyi katonánk van? Ja, mert az egyik zsoldos csapatunk elpárolgott. És van pénzünk valamire? Nincs pénzünk, kimondottan. Vagy de van, lesz 580 pénzünk van. Egy másfél ezeret legalább vegyünk fel. Az se baj, ha 2000. Igen, amúgy egy hosszú távon nem jó így zsoldosokkal gazdálkodni. Ah, micsoda irónia lenne a bajor bandát felvenni. Vegyük fel. Az a sereg oda elég lesz, a bajor banda vegye az irányt mondjuk erre felé. Nem foglaljátok el alapból Zajmót. Haladjunk szépen sorban. Ja. Nem Zajmó a Bruno. De Zajmó. Zajmóval kell kezdeni az ostromot. Na menjünk. Amúgy elég szép eredményeket könyvelhettünk el így az elmúlt időkben. Ja, itt vannak a csehek. Várjunk, emberek. Közben egyesültek is. Nagyszerű, készüljünk fel akkor a nagy rácsapásra. Ne legyél falánk. Türelmetlen se, szégyellő se. Akkor talán a türelmetlenség még a legjobb, amit tehet. És 15 stressz! Jó, talán a bajorok kivonulnak. Oké, magukra hagyva a cseheket. Ez számunkra nagyon jó lenne. Mert így lenne esélyünk a győzelemre.
Hát ez egy jó szoros csata lesz. Szóval ők felvettek egy ilyen érdekes vallást. Mi nem vesszük fel. És közben nézzük ezt a csatát. És bízzunk benne, hogy a javunkra dől majd el. Hát ez aztán ki van hegyezve. Igen, Gergely, ennél végül elrejtünk egy viperát. Kockáztassuk meg, még ha nem is járunk sikerrel. Igen, hát hogy megharapta a kígyó, de mégis nem halt bele, sásul le is buktunk. Ennek nem örülök, nem örülök. Itt viszont megnyertünk egy csatát. Ugye hát elég szoros volt a helyzet, de mindjárt kiderül, hogy végeredmény milyen lett. Hát 1900 embert vesztett, 33 embert vesztettünk mi, 2071-et ők. És hát ugye... még nagyon hasonlóak a létszámaink továbbra is. És üldözzük őket alapvetően. Szerintem megpróbáljuk bevenni a fővárosukat. Ez tűnik egy reális stratégiának, illetve az, hogy üldözésből utolérjük őket. Jöjj! Nem akarom elveszteni őket egy üldözés közben, egy kicsit le is lassítunk. Szerintem az egyik seregükkel együtt mozgunk. Igen. És közben itt az újabb csesereg. Amire azonnal és... na. Na! Egyesítsük ezt a két sereget. És ütközzünk meg velük. Tudom, januárban és manőverezek Csehországban. Annyi baj legyen. Megpróbáljuk a bajorokat levágni róluk, csak közben. És külön-külön megütközni velük. Oké. Jó lenne, hát nagyon, hogyha ez sikerülne. Külön megverjük a bajorokat. Akkor az egy nagy lépés lesz számunkra, és sikerülni fog. Mármint, hogy így a börtönünkből klémet fabrikált hevesre.
Hát ez nice, nice. Hát jó, megsérült az egyik lovagunk, annyira nem hat meg minket. Innen szétverik a bajorokat, és hamarosan befutnak a csehek, és befutottak a csehek, és így ők is veszteni fognak, és dicsőségünk tovább ragyog. Jó, és akkor nekiállunk egy kicsit menedzselni a lovagokat. Ó, meghalt a somogyi herceg. Hát ezt őszintén sajnáljuk. Őszintén. Na nézzük. Szóval aki minket nagyon utál, nagyon. Mondjuk ez a Gergely. Kettes kombackéjével elvárom, hogy ott legyen a harcmezőn és meghalljon. Van még aki utál? Nincsen. Jó. Két évünk még vissza van, azok megnyerik a háborút. 37%-on állunk. És... üldözzük a cseheket. Mindig üldözzük, amíg üldözni kell, akár meddig is kell. Haszon végére is érünk ennek a résznek, úgy hiszem. Hát, hogy őszinte legyek, ennél termékenyebb részre számítottam, de hát ez van, ez van. És már nem is látjuk, hogy hol vannak a csehek, nagyszerű. Szóval Jolán viszont meg akarja itatni a foglyot. És neki pedig engedjük, hogy ilyen szép lélek legyen. És ne legyen kegyetlen, nagyszerű. Lesz mindenféle utódunk, úgy látom. Olyan messze menekülnek, hogy... hogy ki fogunk érni a renden. Vegyük ostrom alá a csehek fővárosát. Mert ez nem jó az a helyzet. Meglátjuk legalább, hogy az ostrom gépeink mit tudnak. Pénzügyileg nem fogjuk bírni sokkal tovább. Szóval eredményeket kell felmutatnunk. Illetve megnézzük a foglyainkat. Hát, ha ők segítenek a pénzügyeinken. Határozottan segíteni fognak. Határozottan, akár még egy kis zsoldos sereget is összedobhatunk. Igen, össze is fogunk dobni. Befolynak ezek a pénzek, és... na, nézzük közben, hogy haladnak a... valamilyen merényzet kövessünk el, mert hibéreseink vigan röhögnek a hátunk mögött, hogy egyiküket se tesszük el láb alól. Tudom, ez nagyon vicces volt. Oké, hát ővel nem tudunk mit csinálni, megpróbáljuk a harcmezőre erőszakolni, és ezt a krassói nőszemét lehet, hogy eltesszük láb alól. Túl nagy vonalúan bántunk a pénzzel, azt kell mondjam, és most ezért nincsen elég pénzünk ahhoz, hogy komolyabban kitoljuk a zsoldosainknak a fenntartását.
Na jó, krassói nőszemély. Vissza tudom vonni a titulusodat? Ó, de jó. Nem fogja elfogadni. Na, egyelőre nem csináljuk ezt veled, mert nem csináljuk. Ugyanakkor viszont... Vagy a cseh királyt le kéne merényelni. Nagyon kicsi rá az esély, nagyon-nagyon. Vagy pedig a... Bajor király. A Bajor király miért lépett be vajon a háborúba? Na mindegy, próbáljuk meg. Erre is nagyon-nagyon kicsi az esély. Hát ez nem jó, ez nem jó. Nem tudom, hogy a bajorok miért léptek be ennyire, nem szeretnek minket? Vagy mi van? Akkor viszont kell, ami kevésbé evidens gyilkossággal kell próbálkoznunk. Mondjuk ezt a perzsa birodalmat gyengítsük meg, mert rohadt nagyok. És itt rögtön jobb esélyeink vannak. Jobb esélyünk van megölni a perzsa uralkodót 1000-2000 kilométerről is talán, mint a csehet. És nem kicsit van jobb esélyünk, hanem konkrétan 6-szor kb. Na mindegy. Stromlunk egyel talán? A stromlunk bizony. És a stromolják pozsonyt. Alapvetően nem akarjuk megtéríteni. Csak simán. Oké, hamarabb kiosromoljuk őket, mint ők pozsonyt. Ugyanakkor viszont kevesebb katonánk lesz. Éppen ezért, de úgy otthon viszont fel tudunk emelni még további katonákat, azt hiszem. Talán. Keveset. Plusz egy kevés zsoldost is talán. Na mindegy, ostromoljuk ki őket. Hú, mennyien vannak. Hú, ijesztő. Lehet, hogy ezt a háborút bogjuk. Na, mit adunk neki? Jöjj, de hogy is? 45 arany. Szó sem lehet róla. Na, hamarabb a somlunk? Hamarabb. Egyetlen legyen a lányunk? Hát... Hát legyen, de csak azért ne kelljen idegeskedni miatta. Amúgy nem örülök neki, hogy ilyen irányba megy a kölök. Na, mindjárt kiosromoljuk. Mm-hmm.
Ja, 5 stresszhez kapok, az nem sok. Ötven learning lifestyle experience, 20 opinion, ez teljesen jó. De ha elszúrom, akkor is kapok lifetime experience, csak éppen opinion nem. Jó, akkor valamelyik után el kell indulnunk. Szóval azon nyugszik, hogy mennyire stimmel neki. Ambiciózus, nem kimondottan ambiciózus. Racionális-e? Szerintem elég racionális. Legyen ez a racionális megközelítés. Na, közben haladjunk. Oké, és ez bejött szerencsére. Na, szóval, erről beszélek. Erről bizony. Pusztán csak ennyi kellett. Ennyi. És annyit csinálunk, hogy... Princess Adelheid, menj a francba. Többiekért jelenleg nem kapunk pénzt. És akkor... És akkor enforce-olom a demendemet. So be it, bizony. Na, hazahozzuk a hadsereget. Ők is hazaviszik a magukét. És megnézzük, hogy mi a helyzet a többi fogollyal közben. Egy félszemű nő! Akit szerintem akár be is toborozhat. Ja, nem. Kértünk el a váltságdíjat. Szalián. Ismerősen hangzik. Aztán vele tudunk valamit kezdeni? Hát nem annyira. Viszont, hogyha kérünk... Csíkhuk... Nem, az kevés nekünk. Berán, vele tudunk kezdeni valamit? Jó hadvezér? Nem jó hadvezér. Na jó. Te menj akkor a börtönbe. Veled nem tudom mit kezdünk, de egyelőre nem fogunk elengedni, az biztos. Ja, éri haza drága hadseregünk. Többiekért tudok esetleg kérni már váltságdíjat? Nem tudok. Na jól van. Hazaért a hadseregünk, eltelt egy újabb BV, és most leszerelünk mindenkit. Ugyanakkor tekintve, hogy elég kevés katonánk van, és vannak katonai céljaink, pénzünk is van. Éppen ezért... Drága bajorbanda, érezzétek a törődést, meghosszabbítom a 15 hónap, na mindegy, meg van hosszabbítva, meghosszabbítani valótok a
Rallypontot átmozgatom a keleti határra, és amit még eszközölni akarok, hogy elmenjek egy zarándoklatra, de szerintem ez már a következő részbe fog csak beleférni. Ennyi voltam mára, megnyertünk minden háborút ezúttal is. Sziasztok!